Sziasztok srácok, én TS Blacky vagyok, és a mai videóban bemutatom nektek a Swarm játékot, egy új játékmód, ami LOL-ba jön ki. Szóval ez egy PvE game mód, és remélem, hogy bennmarad sokáig, mivel élvezetes. Minél többen vagytok, annál nehezebb a game amúgy, annál erősebb az enemy. Szóval több damage-et kapsz, meg több mob spawnol. Valami hasonló. Hát a tapasztalataim szerint, srácok, itt a legbrokenebb champ valószínűleg az illahogy lesz, de amúgy a championok azok, mármint ugyanazokat tudják, mint a real lol-ba, szóval nem változik a dolog. A Jinx a sebezni fog, a Leona meg tankolni, ennyit szerettem volna elmondani. Mapokat is unlockolnod kell lényegében azzal, hogy játszasz. Nekem már van két mappom, van ez a mappom és ez, ha jól látom. Difficulty hard, ennyi a lényeg. Van story difficulty, és van hard, és van a két csillagos, az valószínűleg az expert vagy nightmare difficulty lesz, azt nem tudom még milyen lesz, de megnézhetjük majd. Ami érdekes benne, hogy move-olnod kell a mappon, nem szabad lesztekkolni egy helyen, mivel vannak ilyen kis láldikók, amik hillelnek, stb. De ezt majd látni fogjátok ingame. Na, itt amúgy a game során tudsz goldot szerezni, és a goldból ilyeneket tudsz venni. Plusz egy projectile-od lesz, meg hasonlók. Én szerintem itt ki is veszek plusz damage-et, az jöhet, az mindig jó a damage. Én szerintem a health regen amúgy az fontosabb a game-be. Átlagban én úgy láttam, hogy egy ilyen 20-25 perces egy game. Annyi a lényeg, hogy ugye fel kell fejlődnöd, és a végén fog jönni egy kurva nagy boss, de közben is jönnek kis bossok. Amúgy nehéznek, nagyon nehéz a game. De döntöttem. Itt mutatja nektek, hogy ami érdekes a game-be chat, és ez tényleg egy kicsit fura lesz, főleg lolosoknak, hogy W ASD-vel kell menjél, auto aim van, amit ki tudsz kapcsolni C-vel, és olyankor megállás nélkül lő a karaktered, ugye oda lő, ahova célzol, szóval most látod a nyilat, hogy oda célzok, akkor oda fog lőni. Na és akkor itt van az első választási lehetőség, hogy ezek mind fegyverek, skillek. Na go, elhozzuk ezt, mivel tud kritálni. Kicsit fura az irányítás, mert ja. Na szóval innen indulunk amúgy, én azt mondom, early-ben amúgy, hogyha vannak jó fegyóid, akkor érdemes fejleszteni, ugye ez a miau-miau, ez lényegében ez az auto-atakom. De talán a 10% damage jobb amúgy. Én azt mondom, így early-ben. Itt ezt el kell foglalni. És akkor most kaptunk egy ilyen healt, és elindult egy quest lényegében. Csomhatjátok az E-teket, mert van már spelletek. Nekem ez volt az E-spellem. Na menjünk lefelé kell menni, gyertek utánam. Igazából a health regen az nagyon jó választás, de szerintem damage-et fogok hozni, mert ugye én vagyok az AD carry, nekem sebeznem kell, plusz már nekem van runából ilyen health regenes dolgom. Gyertek ide lefelé, és akkor itt lesz egy questünk lényegében. Pontosan én sem tudom, mi történik, de itt van. Föl tudunk szedni embereket, hogyha meghalnak, csak ugye... Aha, itt van. Jó van. Én nem értem, hogy micsoda. Majd szedjetek föl. Nice, na ide kell beállni, gyertek, álljatok be ide. Quest, mind a négyen be kell álljunk. Nice. Catch the red dot. Meghaltam, szedjetek fel. Mi a faszom? El kell kapni. Hát de nagyon nagy dimicsük van, egy hitelnek. Beci, menj bal le. Ott van a minimapon, látod a red dotot, azt el kell kapni. Szedj föl, az jó. Jó, figyelj, kapja. Lőttem rá egy rakétát! Pets, du, 50% more damage, nekem nincs, hogy G40%. Menjünk full damage, és meglátjuk, mi sül ki ebben. Azt látható amúgy, hogyha négyen vagyunk, akkor nagyon nagyon sebeznek, ugye? De Jogi, ez... most felszippantottam mindent. Roboti bears, give me. Az a baj, még nem ismerem a skilleket. Abból gyertek ki! Lőtt! Kájtolom! Küld a csizmát! Jó, ezt a boss meg kell most öljük, ennyi a lényeg. Amúgy van elég nagy damage-em chat. Level 8-ashoz képest. Gyertek ide fölfelé van a heal. Fölfelé van a heal. Na jó, de ha felszeded, mi is healelődünk, csak mondom. Nagyon szép. De öljétek meg a boss. Lesz ultim. Hát bekapod egy HP-t, azt hiszem. Nagyon jó. Igen jó. Ezek mik? Hallod, én meghaltam! Körítve. Nem már körítés! Beci, öljed már őket, légy szíves. Hát na ne, egyszer a finna, ilyen egyszerű. Szedj föl! Istent, meghalok megint. Szóval, ha kint maradsz a körből, akkor a szobás. Az első próba az elbukott, de még él náluk. Mit csinál Balú? Segítsetek! Balú, azt ott vedd föl, Balú!
Srácok, az első próba az elbukott, amúgy, ugye ez hard volt, nincsenek még jó championk. De nekem az illaói kéne amúgy. Na jó, nézzük meg ezt a másik difficulty-ba, ami story difficulty, ez egy kicsit easy-b. Aztán hát, ha úgy fejlődünk itt többet. Gyertek be ide, kapsz XP-t, HP-t, mert minden jóságot. Nek az autotakja nagyon lassú amúgy a Leonának az autotakja. Maxált az jöhet, nem? Armor jöhet. Tehát mutatja itt amúgy srácok, láthatjátok, hogy mutatja itt az például ezt a skillt lehet upgrade-elni, hogyha hozol move speed-et. Ezt, hogyha elhozom most az armort, akkor upgrade-eli az autotakomat. Ennyi a lényeg. De armort úgy is fog bedobni, és akkor elhozom ezt a skillt. Úgyhogy majd elhozok move speed-et, aztán majd crit-el. Meglátjuk, hogy az mennyire useful. HP regen az jöhet amúgy, ez kicsit broken. Gyertek lefelé a Yumihoz. Jó, hát azért látszik, hogy a hard azért egy kicsit tényleg hard. Ugye az a broken, hogy Seraphina adtok shieldet. És ugye nekem alapból akkora shieldem, hogy meg lehet pusztulni. Még ez a projectile is jó lehet, chat. Hozzuk el projectile-t, mert akkor több bumeránk fog kijönni. Szóval most elvileg kettő bumeránk jön ki. Gyertek be. 10 másodperc. Mi 2 percünk van, nem? Nem, ott írja alatt. Gyertek már! Ez egy kisebb event lényegében. Futni kell. Elite Bomber. Regenerate 19 per second, 60% reduced maximum health. Az nem olyan jó nekem. Deal 30% more damage to bosses. Na, öljük meg a boss. Oh-oh! Oké, most tudjuk ezt mondjuk. Ez mi? Ez nem ér semmit. Ez bugos? Nem, hogy elhozom az armort, kelleni fog. Letankolom. Öld a boss! Az elvileg most robban valami elit bomberes izé, csak mondom. Ó, mekkora shield, hülye! Jó, hát ez egy évig elég lesz ez a shield. Ez jöhet, mert akkor 3-at fogok kilőni elvileg, azt hiszem. Nem tapozom. Azt a kurva, mennyi izé bumerangot lövök ki. Nem menj neki annak, mert meghalsz. Nem tudok eljönni innen. Nem zog a játék. De nem halt meg. Ja, meg kilőltél. Nyírom őket, van beút. Ezt kell ölni, ezt a kis boss. Én bajban vagyok. Dehogy vagy. Oké. Azt húzhatom amúgy az autotagomat, nem? Mondjuk jobb lenne a HP. Kell a HP amúgy. Itt nagyon sok mobjon srácok, ezeket le kéne tisztítani. Hát én nyomom. Mondjuk az a Tibers, ez broken amúgy, chat. Leszpawnoltad egy Tibers lényegében, és ilyen geci erős. Szerának, ez jó, látod? Ez a Reod image-e van. Látod ezt? Látjátok ezt a Tibers itt, chat? Itt egy boss, gyertek? Egy Nocturne jön. Az nagy ulti. Oké, okay, nice. Van még egy. Nice. Projectile count. Én akkor valamilyen nem ír semmit nekem, szóval remélem, hogy tényleg odaadja és nem bugos. Jó, ez már egy fokkal easy chat. Oké, okay, quest van fönt. Most ne halljunk meg. Csak most ne. Csak ez ne történjen meg. Gyertek a Yumiba? Ez a kör. Healing. Nem kell még felvetbársz, adja, full HP-n vagyunk. Hát de ez a quest, nem? Nem. Ez a quest, itt be kell állni. Öld a boss! Öld! Szebb. Úristen. Ez nagyon broken. Hát én szart. Ja nem, csak 8 stackig. Most lehet elhozom, ez olyan vicces. Vigyázzatok, az robban. Hol a boss? HP, de 12% HP-t töltök vissza egy szekénként. T-Burs. Nekem nagyon nagy a izém amúgy a HP regenem. Jó, annyira nem is. Azt a kurva! Mennyi izé van körülöttem! Ott vannak a bosszok! Gyertek! Itt a Kog'Maw. Kog'Maw köpköd, geci. Basszátok meg! Nem tud menekülni, be van ragadva, srácok! Lövöm. Armor. Szép! Fűű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 
Mennyi HP-tok van? Nekem 1006. Szóval szedjük a 200-szöpötöm, hogy... Projectile 5 amúgy. Ezt muszáj felszedjem, chat. Ja, a bossnak a kártyáját amúgy, azt felszedtük. Aha, szóval ha level 5-ös az egyik skilled, akkor tudod evolvolni már. És azt a boss kártyájával tudod. Szóval érdemes megtartani addig, ameddig lesz egy level 5-ös skilled. Nekem van amúgy level 5-ös skilled. Nekem 3 is. Nekem is van level 5-ös skilled. Csak egy. Bár az is lehet, hogy már evolvoltam, szóval lehet meg kéne várni még egy level 5-öt. Nagyon sok damage-et kapott, már 4500 damage-et gett, ezt nem hal meg, 5000-nél jár. 6000. Hát halhatatlan ez a szar. Na most! Quadoreng! Azt a kurva! Mi a fasz? El is tűnt 10 FPS-em. Az mi történik a mappon? Tibers kéne húzom az autótok helyett, nem? Tibers broken. Itt a boss, ja. Itt a boss rajta, fönt. Nagyon kapják. Hallod, mi damage-ünk van? Jézus Isten. Na akkor most nem kéne fölvenni amúgy, nem? Hát most felvédné valaki. Jó, de az a baj, középen állok, guys, hát most sorry. Menjünk a Yumihoz, menjünk a Yumihoz. Jártak, álljatok be ebbe? Hát nagyon durván erősek vagyunk amúgy. Vegyétek fel a dobozokat. A dobozokat hozzátok be. Depozitoljátok a boxokat, srácok. Ugye intézem. Még kell. Kettő van. Hozom a jobb oldalit. Heavy hitter! Hú, melyiket hozzam, chat? 30% ABT haze. Mint ez a 60% extra damage, ez geci sok amúgy. 1% movement speed for every 2 haze. Vagy nem tudom mennyi haze-tem van. Jó, hozom a hevittet. Elmegyek kívért, ha el tudok. Ez közel volt. Nyugi, intézzük. Egybe kell lenni. Most itt jók vagyunk. Már előre kell. Maradjunk. Ne mászkáljatok el. Valaki elmászkál mindig. Hú, nagyon sok gold esik ki a mobokból. Visszak a Sera ulti, az nagyon fog menni. De nem kell, majd a bossra nyomd el. De itt jobb ilyenkor. Dehogy jobb. De a Sera ulti az akkor, hogyha sokan vannak körülöttünk. Dehogy jobb. Kihozom az armort, hát égetsz itt a boss rajtam, nyomd el! Kapja, nagyon kapja! Jó. Halmol. Shieldelj! 5 szek. Megint felszedik valaki? Hát én nem volválódok. Hát de én nem. Úúúú, de piros! Na jó van. Mi a fasz? Hát ez itt vége amúgy. Hát ez jó, mi amúgy? Full build plusz 25% health, vagy full build plusz 25 gold. Adtam nekünk 25 goldot. Csak a gold, öcskös. Jó, hát amúgy most meg egyszer erősek vagyunk. Rex has spawned. Monka Tio S chat. Isten. Mekkora damage-ünk van rá amúgy? Öljed. Hol van? Öljed már Balú, öld már Balú! Gondoltam, hogy teszek egy kis pressure-t. Lőd már! Jó, a Tibersen már level 4 amúgy is, nem félek használni. Hát nagyon inszín goldot szedünk össze amúgy. Mit sebzünk rá? Hát ez nagyon inszín. Nézd a Tiber szemet mekkora? Ultizom! Na most jön miatt Balú, most van soha a szituáció, te is tudod. Nem is sebződök amúgy. Nem is tudom ti mivel sebződtök. Ja jó, én ugye meghalom meg. Én nem sebződöm amúgy. Én egy HP-t nem mesztettem a boss fight alatt, 800 HP-m van és nem mesztem. Kapok egy damage-et és olyan durva a health regenem, hogy egyből visszatölt. Figyeld, hát meghaltam. Istenem, Victory! GG. Chat, látjátok mi megy a TV-ba?